Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora december 21-én szerdán. Drónpilóta képzés indul a Nyíregyházi Egyetemen, erről is beszélgetünk ma, jöjjön a tartalomjegyzék. Fórum a gazdáknak, az uniós támogatásokról is szó esett napkoron. Új képzés, drónpilótákat is oktatnak a Nyíregyházi Egyetemen. Fejlődés és stabilitás, évet értékelt Fehérgyarmat polgármestere. Január 1-től változnak az agrártámogatásra vonatkozó Európai Uniós jogszabályok. Többek között erről tartottak szakmai előadásokat a Gazdafórumon napkoron. A rendezvényre meghívott szakmai előadók egyetértettek abban, hogy a jövőben szigorú feltételek mellett több támogatást lehet majd igényelni. Erről is szó esett a napkori Gazdafórumon, ahol Karab Zoltán járt. Mindenkit, aki valamilyen szálon kötődik az agráriumhoz, vártak a napkoron tartott Gazdafórumra. Az országjáró rendezvény célja, hogy felkészítsék a mezőgazdasági szektor szereplőit a következő évek jogszabályváltozásaira, és lelkesítsék az ágazat képviselőit, mondta Rácz Imre. Január 1-től egy új támogatási rendszerben fogunk részt venni, és nagyon kevés információ van még arról, hogy milyen változások vannak, és én úgy gondolom, meg úgy gondolt a kamara vezetése is, hogy egy ilyen országjáró gazdafórumot kell megszervezni ahhoz, hogy felhívjuk a figyelmet a gazdák körében a változásra. Az már a későbbiek feladata lesz, hogy a palugazdászainkat úgy felkészítsük, hogy toppon legyenek azokból a dolgokból, amik változni fognak, illetve milyen teendői lesznek az elkövetkezendő időszakban a gazdálkodóknak, hogy ugyanazt az összegű támogatást, amit eddig kaptak, elérhessék az elkövetkezendő időszakban is. Ehhez nyújtanánk segítséget, információt, figyelem, felkeltést, és a következő időszakban kiírandó pályázati lehetőségekről Pap Zsolt helyettes államtitkár úr pedig abba vezetne bennünket be, hogy milyen lehetőségek lesznek a 27-ig tartó ciklusban, milyen pályázatokat fognak kiírni, kik férhetnek ahhoz a pályázatokhoz. Én azt gondolom, a harmadik előadónk Cseh Tibor főtitkár úr lesz, aki pedig a főtörvény változásairól, rangsor változásokról, illetve azokról a túlkapások visszaszorításáról fog beszélni, ami most változott a napokban, hogy a földáraknak, a elszabadult földáraknak, hogy lehetne egy kicsit új kordában tartozni, hogy az a helyi gazdáknak a megengedésére történne. Mint látjuk az üzletekben, hogy az élelmiszer árak elszabadultak, és ez az aszályos év a nagy ráfordítással előállított alapanyagok a gazda számára egy nem túl biztató, kecsegtető előjelekkel zárult. Nagyon bízunk abban, hogy az elkövetkezendő időszakban ez nem így lesz. Nagyon drágák voltak a termelési költségek, és a hozamok pedig nagyon kicsik voltak, úgyhogy éppen, hogy a nulla vagy a veszteségbe zárult, és kedvét szegte ez a termelőknek, és valóban ezek a ilyen rendezvények azért is fontosak, hogy lelket öntsünk azokba az emberekben, akik azon gondolkodnak, hogy egy évet inkább a termelésbé kihagynának, és megvárják, hogy mi lesz, ha ez szaporodna el a gazdák körében, az előidézhetne egy ugyanilyen évet, amikor meg azért nem várunk termést, mert nem is vetünk, mert azon gondolkodunk, hogy a befektetett forintok nem térülnek meg. Rácz Imre azt mondta, ez az év az aszály miatt szinte mindenkit kellemetlen helyzetbe hozott. Növekedtek a bekerülési költségek, a hozam pedig csökkent. A kukorica termés például tavaly 8 tonna volt, idén viszont a 3 tonnát sem érte el a megyei átlag, és még ezt is nehéz értékesíteni. Rácz Imre szerint negatív hatása lehet a növénytermesztők következő évére, hogy sokan abba hagyták az állattenyésztést. Pap Zsolt György, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára hangsúlyozta, hogy sikerült megállapodni az Európai Unióval a jövőbeli támogatásokról, amely előnyös helyzetbe hozza az ágazatot a mintegy 5300 milliárd forintos támogatással.
Kifejezetten jó helyzetben van a magyar agrárium, a magyar élelmiszeripar, feldolgozóipar, azt lehet mondani a teljes vidék. Elfogadta az Európai Unió november 7-én azt a közös agrárpolitikának a stratégiai tervét, mely meghatározza a 2023-27 közötti ciklusban elérhető forrásoknak a mértékét, mennyiségét és annak felhasználásának módját. Ez nagyságrendileg több mint 5300 milliárd forint, ami a magyar agrárium fejlődését, versenyképességét és ellenálló képességének javítását képes szolgálni. Pap Zsolt György hozzátette, bár a mezőgazdaság egy nehéz évet zár, a támogatásokból eddig sem volt hiány. Az elmúlt időszak két év átmeneti évével számolva több mint 1500 milliárd forint állt rendelkezésére, mind az állattenyésztés, kertészet, feldolgozóipar, digitalizációra, a teljesség igénye nélkül felsorolva is minden ágazat számára, hogy fejlődjön, hogy megteremtődjön annak a lehetőség, hogy felzárkózzunk és új alapokról tudjunk elrugaszkodni a közös agrárpolitikának a szabályrendszerén belül. 23-tól pedig, amikor megnyílik a közös agrárpolitikának az új támogatási rendszere, minden ágazat számíthat az új ciklusban meghirdetett támogatásokra, ma pedig a részletszabályokról szeretnénk beszélgetni. A részletszabályok pedig még tovább bonyolódnak, ugyanakkor a január 1-től megnövekedő adminisztratív teendőkkel több támogatás is jár. Ezt már Pap Gergely mondta, aki hozzátette, még az űrből is figyelik a gazdákat. Amióta EU tagok vagyunk, most már hozzászoktunk az elmúlt közel 20 év, hogy időről időre megújul a közös agrárpolitika, és most is egy ilyen fordulóponthoz érkeztünk. Január 1-től alapvetően átalakulnak a támogatási szabályok, és ezekről fogunk ma beszélgetni, hogy ez mit jelent a gazdálkodók számára, mik azok az új dolgok, amiket be kell tartani, mire kell odafigyelni. Sokkal több választási lehetőségük lesz, tehát sokat nekik is gondolkodniuk kell, hogy milyen irányba mennek el, és ezekről fogunk beszélgetni ma nagy részt. Ez alapvetően jó ír, hogy a támogatásra bőven van pénz, viszont sajnos azt is kell látni, hogy a támogatáshoz kapcsolódó adminisztratív, bürokratikus tevékenységek azok növekedő tendenciát mutatnak. Ezt nem tudjuk kikerülni, sajnos az Európai Unió ezt kötelezően előírja, nekünk egyre több jelentést kell tenni, egyre több adatot kell megosztani, figyelnek minket az űrből a műholdok, minden ötödik nap felvételt készítenek az egész országról, tehát ezek azok a dolgok, amiket most végig kell beszélni, hogy hogyan tudunk ehhez az új helyzethez alkalmazkodni. Nem kell feltétlenül szeretni, de alkalmazkodni kell hozzá, mert így lehet azokat a támogatásokat megszerezni, amik az állogai a fejlődésnek, meg a további életnek. Magyarország esetében közvetlen támogatásban ezek azok, amiket terület vagy állatlétszám alapon fizetünk ki, kicsit több mint 500 milliárd forint fog évente kimenni. Az ilyen vidékfejlesztési támogatásokban, amiben a beruházási, meg az ilyen zöld támogatások vannak, abban még ennél is többet, inkább olyan 800 milliárd forintot évente ki tudunk fizetni. Tehát borzalmas nagy összegekről van szó. Az, hogy egy gazdálkodó mennyit kap, az alapvetően attól függ azért két dologtól, egy, hogy mekkora területen gazdálkodik, meg mennyi kötelezettséget vállal. Mi azért azt látjuk, hogy aki felelősen gondolkodik, aki odafigyel, jól csinálja a dolgát, az a következő évben több pénzt fog kapni, mint amennyit az előző években kapott. Tehát azért ilyen szempontból rendben van a helyzet. Nyilván ez a támogatás az csak a bevételnek egy része, legalább ugyanilyen, sőt, még fontosabb is, hogy a terményét mennyiért tudja eladni, de ma nem arra fogunk fókuszálni, hanem ma a támogatásokról fogunk beszélni. Pap Gergely úgy fogalmazott, Magyarországon közvetlen támogatás formájában, terület vagy állatlétszám alapon mintegy 500 milliárd forintot fog tudni a Nemzeti Agrárkamara kifizetni évente, a vidékfejlesztési támogatásokra pedig éves szinten közel 800 milliárd forint lesz pályázható. Új képzés indul a Nyíregyházi Egyetemen, drónpilóták is tanulhatnak az intézményben, óriási az érdeklődés a képzés iránt, hiszen ma már hivatalosan csak olyanok használhatnak ilyen repülő szerkezeteket, akiknek jogosultságuk van rá. Vendégem Kovács Zoltán, a Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézetének igazgatója. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok én. Rögtön az elején tisztázunk valamit, ez a képzés, amely elébe becsatlakozik a Nyíregyházi Egyetem, ez csak egy speciális területére a drónpilótáknak vonatkozik. Pontosan mit lehet tanulni? Ez valóban így igaz, hiszen a drónok használata ma számos területen megfigyelhető, ipari területen, mezőgazdasági területen, de úgy általában akár a tévéstábok is használják ugye ezeket a drónokat, tehát nagyon szerteágazó területen figyelhető meg a drónoknak az alkalmazása. A Nyíregyháza Egyetem az ABZ Drón Kft-vel közösen most arra vállalkozik, hogy itt a térségben, itt a régióban növényvédelmi, azon belül is tulajdonképpen mezőgazdasági drónpilótákat képezzen, hiszen ennek nagyon komoly szabályozottsága van, hogy ki lehet ilyen pilóta is, mit kell tudni ahhoz, hogy ezt a képzettséget megszerezés használhassa legitim módon a drónjait.
Hogyha 10-20 évvel ezelőtt beszélgetnénk, akkor biztosan sokan csodálkoznának, hogy mit keresnek drónok a mezőgazdaságban. Milyen hasznát vehetik ezeknek a pilóta nélküli repülőszerkezeteknek a mezőgazdaságban? Jó is, hogy így említett, hogy pilóta nélküli repülőgépek, hiszen valóban erről van szó. Erről van szó, hogy ugyanolyan pilótákat kell képeznünk tulajdonképpen, mint amikor olyan légi járműről beszélünk, ahol a pilóta is benne ül, csak technikailag nem foglal helyet a vezető a gépben, de egyébként ugyanezek a biztonsági szabályok vonatkoznak a drónképzésre is. Valóban egy 10 évvel ezelőtt még nagyon kezdetleges és nagyon szűk volt az a terület, ahol drónokat tudtunk alkalmazni, de az elképzelés, a jövőre való alkalmazásnak a lehetősége már akkor is nagyon sok területen megjelent a mezőgazdasági alkalmazásban. Most úgy tűnik, hogy a legnagyobb részarányt a női védelemnek a kiváltása fogja jelenteni, de természetesen sok más egyéb célokra is használhatjuk. Termésbecslésre például, vagy károk felmérésére, adott esetben például arra, hogy digitális fotókat készítsünk, és színképelemzési módszerekkel feldolgozzuk, például gyomtérképet készítsünk a adott területről, tehát számos lehetőség kínálkozik. Valóban azt mondhatjuk, hogy határa csillagos ég és a képzeletünk. Arra is alkalmas, hogy még egy területről megmondja, hogy milyen jellegű mondjuk ott a földnek a szerkezete, és ahhoz képest mondjuk milyen jellegű termést érdemes ott termeszteni? Akár adott esetben ilyen szintre is el tudunk jutni, bár elsődlegesen ugye nyilván mindig a gazdálkodóknak az igényeit kell és érdemes szem előtt tartani. És most úgy tűnik, hogy a gazdálkodók inkább ilyenfajta célokra kívánják használni. Hadd mondjuk egy egyszerű példát, vagy egy másik példát, de nagyon hasonlót. Amikor a mezőgazdasági traktorokon megjelent az automata kormányzás, megjelent a GPS alapú vezérlés, akkor azt gondolták a fejlesztők, hogy ez valami olyasmit fog jelenteni, hogy majd akkor a területfelmérésben vagy a nyomkövetésben fog ez fontos szerepet játszani. Aztán a felhasználók inkább más szerettek volna, azt szerették volna, hogy ne kelljen a traktort nekik vezetni, hogy a traktor sokkal pontosabban menjen azon a nyomvonalon, ahol szeretnénk elvezetni, és inkább ebbe az irányba ment el a dolog. A drónokkal is igazából ez a helyzet. Amit a felhasználók igényelnek, amire a piac iránt van kereslet, elsősorban abba az irányba fog fejlődni, és azok a területek fognak megjelenni a következő években is majd a használat során. Tehát növényvédelmi szeleket is tud kipermetezni, tehát nem kell, hogy a traktor végigmenjen a földeken, roncsolva mondjuk azt a részt, amivel ahol a kerekei mennek, hanem akkor ez végigröppen rajta, és ki tudja szórni a növényvédelmi. Ez abszolút így van, és ahogy említettem is, tulajdonképpen most ez a legnagyobb olyan szelete a drón használatnak a mezőgazdaságban, ami jellemzi a drón használatot. Valóban nincs taposási kár, adott esetben differenciáltan is tudunk permetezni. Mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy nem az egész területre általában szórjuk ki a vegyszereinket, ami azon túl, hogy drága, még ugye a környezet is megterheli, hanem előtte felmérjük például, hogy hol gyomos a terület, vagy hol látunk olyan kártevőket, ami ellen érdemes védekeznünk, és csak arra a területre, a területnek azon részére végezzük el a kezelést. És erre kiválóan alkalmasak a mai drónok, hiszen azon túl, hogy bárhová oda tudnak repülni, anélkül, hogy taposnák a területet, taposnák a növényzetet, azon túl gyakorlatilag 2,5 centiméteres pontossággal tudnak ott haladni és ott dolgozni, ahol szükséges. Kicsit akkor a feltételekről, ki jelentkezhet erre a képzésre? Ez egy felnőtt képzés, gondolom. Így igaz. Milyen feltételek vannak? Alapvetően a felnőtt képzési törvény hatály alá tartozik ez a képzés is, mint sok más hasonló típusú képzés. Rendelkezni kell B-típusú jogosítvánnyal, érettségivel, ezek az alapvető bemeneti feltételek, és ezt követően kezdhető meg a képzés. Illetve egy A1-A3 típusú drónkezelési vagy drón vizsgával is rendelkezni kell ahhoz, hogy ez a képzés megkezdhető legyen. Ez egy rövid, általában több helyen elvégezhető, többnyire online módon elvégezhető ismereteket takar ez. Ezek a bemeneti feltételek, és utána kezdődik a szakmai ismeret. Hol kell jelentkezni? Az egyetemen kell, vagy ennél a cégnél, amely partnerségben önökkel szervezi a tanítást? Így van, ahogy ön is említette, ugye a felnőtt képzési törvény szerint mindig egy képzésnek egy gazdája lehet, ennek a képzésnek a gazdája az ABZ Drón Kft. Ők Szentendrén találhatóak, de országosan is vannak már képzéseik. Legutóbb például a Nyíregyházi Egyetemmel párhuzamosan a Magyar Agrális Élettudományi Egyetemmel is kötöttek hasonló megállapodást, és Szarvason is indul például ilyen képzés. Alapvetően Nyíregyházi Egyetemen keresztül is
lehet jelentkezni, lehet közvetlenül a cégnél is jelentkezni, de tudomásom szerint nagyon sok országosan legalábbis több viszont eladójuk is van, akiken keresztül ezt a jelentkezést meg lehet tenni. De talán a legegyszerűbb, hogyha vagy a KFT honlapján keresztül, vagy a Nyíregyháza honlapján keresztül keresnek minket az érdeklődők, és megkapják azokat az információkat, ami jelentkezéshez szükséges. Milyen hosszú a képzés, és inkább online, vagy jelenléti el kell valahova menni, van gyakorlati része is. Abszolút, nagyon fontos hangsúlyt fektetünk a gyakorlati képzésre. Lényegében ugye a Covid alatt már kénytelenek voltunk megtanulni az online képzésnek is bizonyos fortéjait, és vannak olyan elemei a képzésnek, ami igény szerint akár online is teljesíthető, de pont ezért volt egy fontos lépés ennek az együttműködésnek a megkötése, hogy itt Nyíregyházán. Tehát aki Szabolcs megyéből szeretne jelentkezni, neki nekem például Szentendrére vagy más távolabbi helyre utazni, hanem itt Nyíregyházán is meg tudja tenni, ráadásul úgy, hogy egy olyan intézményben történjen mindez, ahol a repülés nem ismeretlen fogalom, hiszen több mint 55 éve foglalkozunk már repüléssel, és ahogy említettem, ez is egy pilóta képzés, csak a különbség az, hogy a pilóta, aki ezt a járművet fogja vezetni, nem a gépben ül, hanem attól egy picit távolabb helyezkedik el, de ugyanilyen értelemben ellátja a feladatát. Tehát alapvetően itt Nyíregyházán fog ez a képzés zajlani. Vannak elméleti részei, vannak részben online teljesíthető részei, de alapvetően azért inkább jelenléti formában szeretnénk ezt megoldani, és természetesen vannak gyakorlatok, ahol 4-5 féle drónnal fogják kipróbálni, a legkisebbtől a legnagyobbig, nem csak kipróbálni, hanem elsajátítani azt a tudást, ami egy ilyen gépnek a kezeléséhez szükséges. Milyen hosszú a képzés? Alapvetően 127 óráról beszélünk, és azért nehéz ezt napban kifejezni, mert ugye, hogyha ezt most összerakjuk, ez valójában nem tűnik olyan hosszúnak, de ez nem egy huzamban történő képzést jelent. 4 modulból áll, az első modul az egy összefüggő 5 napos, nagyjából 40 órás képzés jelent, majd pedig további 3 modul követi ezt, a gyakorlati modulral egyet, amely 1-2-3 napos részekre van felosztva. Ha minden összeáll, és a hallgatók is ezt tudják tolerálni, akkor akár 3 hónapon belül is elvégezhető ez a képzés. Tehát mondjuk egy januári kezdés, az azt jelenti, hogy akár március végére már a vizsga is megszervezhető. És mire kapnak jogosítványt azok, akik ezt elvégzik? Arra kapnak jogosítványt, hogy mezőgazdasági drónpilótákként akár saját maguknak végezzenek ilyen feladatokat, akár kiegészítő engedély birtokában szolgáltatást nyújtsanak ilyen tevékenység keretében. Tehát másoknak végezzenek például növényvédelmi munkákat. Lehet egy eznékbecsülés, de melyik lesz inkább az irány? Tehát, hogy a gazdák azt gondolják, hogy nekem van egy nagy földem, szükségem van erre a tudásra, megszerzem, vagy akkor azt mondja valaki, hogy én szívesen foglalkoznék ezzel, és akkor ezt fogom vállalkozásként űzni, és akkor akinek akar, ja, oda megyek. Biztos vagyok benne, hogy mind a kettőre lesz számtalan példa, hiszen akinek kellően nagy területe van ahhoz, hogy egy ilyen képzéssel kiváltsa például a hagyományos szántóföldi növényvédelmet, mármint a traktoros megoldással, akár több 10 hektár fölött ez már rentábel is lehet, hiszen egy drónnak az árama már, még ha drágának is tekintjük, mert nyilván nem olcsóak ezek az eszközök, de például egy korszerű permetezőgéphez képest azért olcsóbban beszerezhető. Az előbb említett taposási károk, növényvédőszernek a felhasználása, tehát kevesebb dózissal is elegendő ezekkel az eszközökkel menni, és ugyanazt a hatást el tudjuk érni. Tehát ha ezeket összerakom, akkor viszonylag gyorsan és könnyen ki lehet számolni, hogy hány hektár fölött és milyen szerhasználatnál éri már meg átállni például erre a technológiára, de biztos benne abban is, hogy nagyon sokan jelentkeznek majd, akik ebben üzleti lehetőséget látnak, és szeretnének szolgáltatást nyújtani azok számára, akik meg nem feltétlenül akarnak ilyen területen elindulni. Nem tudom, mennyi a rálátása erre, de a megyében, hogy ez egy igazi agrár megye, mennyire jellemző ma már az, hogy ilyen technológiákat alkalmaznak, vagy ez még úttörő? Nagyon úttörő, és nem feltétlenül azért, mert maga a drón technológia még viszonylag új, és ennek a mezőgazdasági alkalmazása új, hiszen ahogy említettük is, azért néhány éve ezzel már lehet találkozni. Inkább a jogszabályi környezet volt az, ami eddig nem tette lehetővé azt, hogy ez valóban el tudjon terjedni. Idén születtek meg azok a jogszabályok, illetve született meg az a jogszabály, ami ezt lehetővé tette. Így most már legálisan, legitim módon, aki ezt a képzést elvégzi, használhatja ezeket a drónokat. Tehát azt mondhatjuk, hogy még országosan biztos, hogy 100 alatt van azon személyek száma, akik ilyen végzettséggel rendelkeznek. Ebből pedig könnyű kiszámolni, hogy akkor milyen nagyságrendű
várható, milyen nagyságrendű érdeklődés lesz majd. Inkább a szántóföldi, vagy inkább a zöldséggyümölcs területén lesz ez alkalmazható, hol látja inkább a bevethetőségét? Ahogy említettem, tényleg csak a képzelet szab határt adnak, hogy mire lehet alkalmazni. Elsősorban inkább a szántóföldi alkalmazása jellemző van még a drónos növényvédelemnek, tekintettel arra, hogy ott viszonylag egy sík területet kell ugye növényzet szempontjából, vagy akár a talaj szempontjából permetszerrel befedni. A kertészeti kultúrákban, a fás száró növényeknél ugye ott egy térbeli alakzatról beszélünk, és annak a körberepülése több időt vesz igénybe, tehát a tekintetben egy kicsit komplexebb a feladat. Így azt gondolom, hogy elsősorban a szántóföldi növénytermesztés az, illetve a szántóföldi kultúrák azok, ahol ezeknek a nagyszámú alkalmazása megfigyeltő, de ahogy említettem, semmi sem zárható ki, sőt, nagyon is meg fognak jelenni szerintem más területeken is ezek a drónok. Inkább a műszaki érdeklődésűeknek ajánlatos ez a képzés, vagy akik már mondjuk egy mezőgazdasági alapképzettséggel rendelkeznek, vagy mind a kettőt, mert azért nyilvánvalóan mind a két fajta tudás szükséges ahhoz, hogy valaki jó drónpilóta legyen. Abszolút így van, sőt azt mondanám, hogy az érdeklődésen túl még az a fajta manuális készség, ami egy irányításhoz szükséges, az is nagyon fontos, hogy kialakuljon, ha nincs is meg, de kialakuljon valakiben. Igazából nem tudnék most arra egyetemre választani, hogy inkább a műszaki, vagy inkább az agrár érdeklődésűeknek, hiszen pont ez a lényeg ennek az egész történetnek, hogy egy ilyen interdisziplináris, tehát egymást átfedő területek kapcsolódnak egymáshoz, hiszen a drón az egy műszaki, egy mérnöki szerkezet, igen, köszönöm szépen, viszont amire használjuk, az pedig kimondottan egy agrártudást igényel. És természetesen azért meg kell említenünk azt is, hogy a mai világban igyekszünk azért a vegyszerfelhasználást csökkenteni. Tehát egy picit az ökológia is szem előtt kell, hogy legyen egy ilyen megoldásnál. Tehát nagyon-nagyon jelenetebb összetett a dolog, de mindenkinek tudom ajánlani, aki ebben fantáziát lát, és egyáltalán szeret drónozni, szeretne ilyen drónokat használni a jövőben, mondjuk a mezőgazdasági termelésében. Arra számítanak, hogy inkább tehát valakinek van egy érettségie, és akkor utána akkor ez az irány meghallja, hogy ilyen van, és akkor elindul ezen az úton, vagy inkább az idősebbeknek, akik már azért valami munkatapasztalattal rendelkeznek, akár agrárvonalon, akár műszaki területen? El is azt gondolom, nehéz egyértelmű igent vagy nemet mondani, hiszen ez egy picit függ mindig az egyének az egyén érdeklődésétől, de függ attól, hogy ő ezeket az új technológiákat mennyire érzi magáénak, mennyire érzi úgy, hogy ez a jövő. És ez lehet, hogy egy 50 pluszos vagy 60 pluszos gazdálkodónál is ugyanúgy meg lehet, mint ahogy lehet, hogy egy 30-as évben járó gazdálkodó azt mondja, hogy nem, ő marad a tradicionális megoldásoknál, előtt az egész nem nagyon hozza lázba. De mégis valahol azt gondolom, hogy tekintettel a újdonságra, az innovációra, amit ez a drón technológia magában rejt, mégis inkább a fiatalabb generációknál várható egy nagyobb érdeklődés ez iránt. Hogyha még annyit zárásképpen, hogy ezek az eszközök nagyságrendileg milyen árban vannak, ezt csak azért kérdezem, mert hogyha valakit az érdekel, akkor nyilván azt is számításba kell vennie, hogyha elvégzi a képzést, szeretne ezzel foglalkozni, akkor kell valami alaptőke, hogy el tudjon indulni. Szóval mondta, hogy nyilván olcsóbb, mint egy növényvédelemre szakosodott traktornak vagy gépnek a beszerzése, az több 10 millió forint gondolom én. Igen. A drón az körülbelül most hogy van? Mert ugye vannak ezek a sima játékdrónok, tehát 10, 20, 30, 40, 50, 100 ezer forintosak, ennél nyilván azért drágábbak ezek a eszközök. Így van, tehát egy olyan drón, amit a mezőgazdasági termelésben tényleg fel tudunk már használni valami értelmes dologra, és itt még nem a permetezésről beszélek, mert az egy külön kategória, hanem mondjuk arra, hogy egy feltérképezést csináljunk, akár egy termésbecslés, akár más szempontból, az is inkább már a milliós nagyságrendet, vagy inkább a több milliós nagyságrendet is jelentheti, hiszen függ attól, hogy milyen felszereltségű, hány pót akkumulátort veszünk hozzá, veszünk-e kiegészítő dolgokat, hiszen ezt tudni kell, hogy itt még mindig ott tartunk, hogy nem tudunk órákig repülni egy feltöltött akkumulátorra, viszonylag sűrűn kell ezeket cserélni, hiszen jellemzően azért még fél órán belül van üzemidejük, illetve hát ami pedig már olyan, amivel jelentős mennyiség, akár 20 litert meghaladó mennyiséget is tudunk a levegőbe emelni, azok viszont már közel 10 millió forintos nagyságrendű gépek. Tehát
nagyjából erre kell kalkulálni, vagy erre kell számítani, aki ilyen beszerzéseket szeretne tenni. Igazgató, köszönjük szépen a tájékoztatást, én bízom benne, hogy sokan fognak erre jelentkezni, erre a képzésre. Köszönöm szépen a lehetőséget. Más témával folytatjuk, több mint 700 millió forint értékű fejlesztés eredményeként elkészült Fehérgyarmat új kerékpárútja. A városban egy új ipari csarnok építése a végéhez közeledik, a zöld város program kivitelezése pedig a következő hetekben kezdődhet meg. Az önkormányzatnak már elnyert pályázata van a művelődési ház energetikai korszerűsítésére és egy központi óvoda építésére is. Ezek a fejlesztések szintén 2023-ban valósulhatnak meg. Az utolsó simításokat végezték december közepén Fehérgyarmat új kerékpárútján. Nagy hiányossága volt ez a város legforgalmasabb szakaszának. Évvégére azonban elkészült a csaknem 3 kilométer hosszúságú aszfaltos réteg a biciklivel közlekedők számára, mondta el Péter Csaba polgármester. A kerékpárút beruházás úgymond befejeződött, de természetesen a felmerülő hiányosságoknak a pótlása vagy kijavítása az most zajlik, de igazából a kerékpárút nyomvonala az elkészült, a növénytelepítések is befejeződtek, tehát azt lehet mondani, hogy a kerékpárút készen van, természetesen ez nem jelenti azt, hogy még nincsenek olyan kisebb munkák, amit el kell végezni. Igen, nagyon sok kritikát kaptunk a városlakóktól, természetesen egy része jogos volt, egy jelentős része pedig nem, az én véleményem szerint, hiszen ez egy olyan nagy beruházás, amely úgymond felfordulás nélkül nem valósítható meg. De én azt gondolom, hogy a végeredmény az magáért beszél, illetve ha teljesen a város úgymond rendbe lesz téve, ki lesz takarítva, én úgy gondolom, hogy egy gyönyörű műtárgy készült el, amely amellett, hogy gyönyörű, még természetesen a biztonságos közlekedést is szolgálja, hiszen azért valljuk be őszintén, hogy az elmúlt jó pár évben Fehérgyarmaton olyan mértékű gépjármű forgalom jelenkezik, amely veszélyezteti a kerékpárosok testi épségét. Így most már azt mondhatjuk, hogy a főutca vonalában nyugodtan lehet majd kerékpárosan közlekedni. Biztosak lehetünk abban, hogy szeretteinket vagy gyermekeinket nem üti el egy gépjármű, hiszen védett nyomsávon tudnak haladni. Fontos fejlesztése még Fehérgyarmatnak ez az ipari csarnok, ami 75%-os készültségi szinten van, építése pedig várhatóan január végére fejeződik be. A településen a zöld város program kivitelezése van még hátra az előző uniós ciklusból elnyert pályázatokból, ez várhatóan 2023 első heteiben megkezdődik. Ez egy 500 milliós projekt, amely az ABC előtti, illetve a Centrál Hotel előtti részt érinti, a teljes Kossuth Parkot, a Sétáló utcát, illetve a Jékely Kúria környékét. Ez a fejlesztés még most fog elindulni, bízunk benne, hogy ezt is sikeresen le tudjuk zárni. Most úgy néz ki, hogy minden uniós projektünket ezen kívül sikerül lezárni, megvalósítani. Bízunk benne, hogy ez is sikeres lesz. Én úgy gondolom, hogy az egyik legszebb olyan projektünk, amely tényleg gyönyörűvé teszi ezt a kisvárost. És ami jó hír, hogy ennek folytatásaként az élhető települések TOP plusz pályázatban a következő uniós ciklus keretében nyertünk egy 1,2 milliárdos közterületfejlesztés, amely a buszpályaudvar, május 14 tér, a régi Kölcsei általános iskola előtti szakaszsal át a Szent István téren bekapcsolódik a felújítandó Kossuth Parkba. Tehát úgy gondolom, hogy most a május 14 téren is lesz egy olyan fejlesztés, amely azt a területrészt színvonalasabbá tudja tenni, illetve a buszpályaudvarnak a környezetét szeretnénk rehabilitálni, hiszen az most katasztrófa, ahogy kinéz. Tulajdonképpen 75%-os készültségi szinten van, ezt azért tudom, mert mai napon volt a kincstári ellenőrzés is, illetve a műszaki kollégák is jelentenek folyamatosan a készültségi állapotról. Tehát azt lehet mondani, hogy a végéhez közeledik, ugye január végi átadással van a vállalkozói szerződés megkötve, tehát bízunk benne, hogy a határidőt a kivitelező tartani tudja. Tulajdonképpen ez a beruházás is az egyik legnagyobb beruházásunk, hiszen ez egy 1 milliárdos
beruházás, amely a végéhez fog közeledni. Tulajdonképpen érdeklődők vannak. Addig még nem készült el a beruházás, addig a képviselőtestület nem hirdette meg üzemeltetésre, de azt lehet mondani, hogy komoly cégek érdeklődnek a létesítmény bérbevétele iránt, és bízunk benne, hogy sok munkahelyet fognak teremteni, de emellett azért tudni kell, hogy folyamatosan keresjük a munkahely teremtési lehetőségeket, tehát befektetőket. A HIPÁ-val, ez ugye a külgazdasági minisztériumnak a szervezete, amely a külföldi befektetőknek az idecsábítására szolgál, és a HIPÁ-val is együttműködünk, és számos megkeresés van folyamatban, hogy cégek keresnek tulajdonképpen olyan telephely lehetőségeket, ahol meg tudnak telepedni, és munkaerőt tudnak igénybe venni. Péter Csaba a város gazdasági helyzetével kapcsolatban elmondta, a háborús infláció okozta hatások mérséklése volt az elsődleges az elmúlt hónapokban a város vezetés számára. A polgármester úgy látja, a költségvetés stabilitása és a megkezdett beruházások befejezése sikerként könyvelhető el a mostani helyzetben. Alig, hogy kilábaltunk ugye a koronavírus járvány miatti gazdasági válságból, egy újabb válság zúdult a nyakunkba, az orosz-ukrán háború miatti gazdasági nehézségek. Ez megnehezítette az önkormányzat életét, de természetesen ennek ellenére azt mondhatjuk, hogy egy sikeres gazdasági évet zártunk magunk mögött. Sikerült ezt az évet is hitelfelvétel nélkül zárnunk, tehát a városköltségvetése egyensúlyban volt, illetve számos olyan nagy beruházást befejeztünk, vagy a nagy beruházások már a végéhez járnak, amely úgy gondolom, hogy büszkeséggel tölt el bennünket, hiszen a háborús infláció okozta a gazdasági helyzetben ezeket a beruházásokat nagyon nehéz volt befejezni, lezárni. Az önkormányzatnak a következő hónapokban is jelentős feladatai lesznek a fejlesztések területén. Már elnyert pályázatuk van a művelődési ház energetikai korszerűsítésére, és egy központi óvoda kialakítása is 2023-ban valósul meg. Eddig tartott ma a 35 perc, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!